Szeretettel köszöntöm Önöket a Házigazda Budapest Fasori Evangélikus Gimnázium nevében. Megtiszteltetés számunkra, hogy a szervezők a mi intézményünket kérték föl házigazdaként. Szeptember 11-én a Budapest Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében mutatták be a Luther Kiadó és a Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány az Anglikán Kereszténység Évszázadai című kötetét. Szerkesztését professzor dr. Fabinyi Tibor és Faludi Alexander végezték. Ez a két név önmagában garanciát jelent a hiánypótló könyv minőségét és relevanciáját illetően. A szerkesztők méltán ismertek, munkásságuk jelentősége megkérdőjelezhetetlen. Nagyon érdekes vállalkozás, hiszen mi Magyarországon elég keveset tudunk magáról az anglikán egyházról, annak a történetéről. Talán az átlag ember annyit tud, hogy 8. Harry környékén kell keresni a kezdeteket, hogy éppen válni szeretett volna, és milyen konfliktusokat okozott ez az akkori pápával. Ennél azért sokkal mélyebb az anglikán egyház története természetesen, és ebből a kötetből kiolvashatjuk azokat a szellemi irányzatokat, azokat a problémákat, azokat a történelmi, teológiai helyzeteket, amelyek igazából megmagyarázzák, hogy érthetővé teszik azt, hogy miért is jött létre Istennek ez a egyháza, az anglikán egyház. A könyvbemutatót az angol katedrálisok hagyományát követő, Sólyom Richard művészeti vezető által dirigált Gabrieli kórus éneke nyitotta meg. Kimagasló előadásukkal az anglikán egyház zene páratlan énekkincsébe engedtek betekintést. Az Anglikán Luteránus Társaság 2014-es Magyarországi Konferenciájának megnyitása alkalmából szervezett, tea délutánnal egybekötött könyvbemutató keretében az egybegyűlteket Hajdó Ákos iskolaigazgató és Gáncs Péter elnökpüspök köszöntötte a gimnázium lélegzetelállítóan szép dísztermében. Nemes evangélikus szokás szerint hadd köszöntsem a jelenlévőket az útmutató, a lózunk mai két igéjével. According to the Hungarian custom and the Lutheran custom, let us welcome you with the words of the Lozung, the watchword for today. Mind a kettő a fölülről jövő világosságról szól ezen a napon. Egyrészt az ároni áldás mondata, ragyogtassa rád orcáját az Úr, másrészt a jánosi prológus híres mondata, az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Both are about the light coming from above, both the Old Testament text and the New Testament text. Én úgy gondolom, hogy a fölülről jövő világosság az, amelyben egyrészt eltűnnek az árnyak, mindannyiunkat kísérő árnyak. I think in the light coming from above, all the shades disappear. És a világosságban fedezzük föl egymás színeit, egymásban Isten ajándékát. And in lightness we discover the color of one another, as the gifts of God. Én úgy hiszem, hogy ez a most megjelent hiánypótló könyv is egyfajta ilyen világosság élményt, fölfedezést kínál, és ez szolgálja a holnap kezdődő anglikán luteránus konferencia is. Azért izgalmas ez a találkozás, mert ez egy tea délután egyúttal, igazi angol szellemben, tea party keretében nyitottuk meg ezt a konferenciát, ami holnap fog kezdődni Réfülöpön, az anglikán luteránus társaságnak a konferenciája, aminek az a címe, hogy Ne félj kicsi nyáj, csak kisebbségi egyházról szól, ugyanis Angliában az anglikanizmus egy többségi egyház, mint tudjuk, de Magyarországon az evangélikusság egy kisebbségi egyház, és azért jött ide egy nagy egyház, hogy egy kisebbségi egyház helyzetével megismerkedjék. Ez egy jelképes dolog egyébként, hogy itt a Fasori Evangélikus Gimnáziumban vagyunk, ahol társszerkesztőm Alexander Faludi nagyapja, Faludi György költő tanult. Szabó István egyetemi tanár, református püspök a kötet méltatásánál hangsúlyozta, hogy a magyarországi protestáns kereszténység történeti okokból inkább a németországi teológiai hagyományhoz áll közelebb, ezért igen kimagasló jelentőségű, a történeti meghatározottságon átívelő kötet látott napvilágot Fabinyi Tibor és Faludi Alexander kimagasló együttműködése által. A kötetben 6 tanulmány, egy fontos ökumenikus dokumentum, továbbá az anglikán egyház történetének rövid kronológiája, fogalomjegyzék és kislexikon található. Ez utóbbit végignézve csak csodálkozom, hogy mennyi anglikán szerzőt olvastam én
kálvinista, sőt, fordítottam is. A rövid tanulmányok természetesen vázlatszerűek, de igen jól érzékeltetik az angol egyház változásait, a reformáció kezdetétől a 16-17. Századi viszontagságokon át a 18-19. Századi nagy változásokig, illetve a legújabb kor meghökkentő sokféleségéig. A 20. század már igen jelentős változásokat hoz, már csak azért is, mert az angol világnyelv lett, és így ez a nyelvi közeg az anglikán teológusok olvasóivá is tette a magyar teológus nemzedékeket. Megnyíltak a határok, lerövidültek a távolságok, újabb és újabb ösztöndíjas lehetőségek, kapcsolatteremtési lehetőségek nyíltak, még a két világháború ellenére is, melyek alatt, mint tudjuk, Magyarország Angliával hadi helyzetben állt. Mellesleg az angol kultúra legnagyszerűbb alkotása is, elemi erővel irányították figyelmünket arra a keresztény szellemiségre, amely szüntelenül táplálja és alakítja azt, tudnálik, az angol kultúrát. Idén a Lelkipásztor című folyóiratunkban jelent meg a nagy része ennek a kötetnek a különböző tanulmányai, és azt a fogadtatást éreztük, hogy jó lenne ezt kicsit rendszerezettebben, egyben, nem pedig egy folyóirat különböző számaiban felelhetően közkincsét tenni. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan kötet, amiből, hogyha tényleg az ember kézbe veszi, akkor valóban olyan információkat tud meg, amiket adott esetben máshonnan nem nagyon tudhatna meg. Ugye nagy erénye még a kötetnek az, hogy nem egyszerűen csak visszatekintő történeti leírást találunk az anglikán egyház történetéről, hanem szövegforrásokat olvashatunk az eredeti korokból. Tehát ez még inkább oda visz bennünket, hogy megértsük ténylegesen azt, hogy mit is jelentett igazából, milyen történelmi és milyen teológiai kérdések mentén alakult a anglikán egyház története. Kende Péter, a Luther kiadó igazgatója köszöntőiben hangsúlyozta, hogy a Luther kiadó évek óta törekszik arra, hogy ne csak kizárólagosan evangélikus szerzőktől és evangélikus teológiai tartalmat jelentessen meg, hanem más felekezetekre nyitottan híd szerepet töltsön be a felekezeti párbeszédben. Bármelyik korosztálynak merné ajánlani a könyvet? Nyilván, aki a történelem iránt érdeklődik, azoknak azt merem mondani, hogy igen. Nyilván alapvetően, aki más oldalról közé, tehát elsősorban az egyház vagy a teológia kérései felől közelít, azoknak is természetesen. Nyilván nem egy népszerű kiadvány, amit vagy minden este az ember a gyerekeinek olvasgathat este, de a stílusa nagyon jó és nagyon könnyed, nincsenek benne olyan bonyolult szakkifejezések, amelyeket nem érthetnénk, illetve ha ilyenek is vannak, akkor hátul van egy külön kis lexikon, ami egyébként önmagában is egy halatlan kincs, hiszen olyan alapfogalmait gyűjtötte össze ez a kis melléklet a kötet végén össze az anglikán egyház történetéről, meg alapfogalmairól, amikről szintén nagyon-nagyon keveset tudunk.